onnan jön, tehát Bicske felől. Utána lehozza, ott a fasornak a túl, ott van egy az a fasor, onnan látszik távolról. Ott lejön, átjön itt a, úgy hívják ezt, hogy Csicsaki út, átjön, Csicsaki. Tehát mindegy, ez nem megy vaszizdasz. Átjön, utána itt jön végig, és így fog bejönni így a házhoz. Ott bemegy abba az erdős részbe, ahol nincsen semmi, ami szintén egy magánterület, és oda beterveztek egy megállót, majd utána a megállót, amikor érintette, ott van az a két lakóház. A, tehát új építésűek azok is, és annak a sarkánál kanyarodik itt föl, fölmegy oda a gerinc, és úgy bemegy a szép földbe, és úgy megy vissza. Ezen a területen lenne pont itt a megálló, mert ebből a részből kanyarodnak ki a vonat, mert a geodéziailag innen, az ő szerintük innen lenne a legoptimálisabb, és akkor arra ott lekanyarodna, majd a szomszéd úr telkére visszakanyarodva, és egy szalma bóján vagy bogján keresztül elhagyná az utat. Nekünk három sorompót kéne csinálni. Magyarul a kecskéket meg az állatokat meg kell tanítani a zöld meg a piros jelzésre, hogy át tudjanak menni a szemaforon. Nem azt használták föl, hogy mértéket, arányosságot figyelembe véve elkerüljék a lakóházakat, hanem őnekik egy eszköz lett a kezükbe azzal, hogy szabad a pálya, és ezt a nyomvonalat úgy vezették rá, hogy ezeket az ingatlanokat meg tudják szerezni. Mindenhol elvégezhetnénk, tehát nem azon, hogy előttünk van a Himalája, mögöttünk meg a Atlanti-óceán. Tehát, hogy ide direkt ráfűzi ezekre a területekre, hogy betegye a lábát. Az egészet meg tudná kerülni, teljesen sík a terület, és az út mellett el tudna menni. Ott van egy alcsúti út, ott van pont a stúdió, ott előtte elmenne, és úgy menne oda föl a barázatot. Már azon az úton. Persze. Adj 1%-ot az átlátszónak, hogy megtudd, mire megy el az adót 99%-a.